A tervezett 9 táborból a két külföldi kivételével hetet megvalósított a nyáron a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, tudtuk meg Földváriné Simon Ilona igazgatótól. A táborokat kicsit átalakította a helyzet, de a 7 hazai tábort vissza tudták szervezni. Csak az angliai körutazás és az 5. évfolyamosoknak Lengyelországba szervezett táboruk maradt, mondta az iskola vezető. Nagyon örülünk annak, hogy 7 tábort úgymond vissza tudtunk szervezni. Igazából 9 táborunk lett volna, és ebből az angliai körutazás az egyértelmű, hogy elmarad, valamint a 5. évfolyamos osztályfőnökök szerveztek volna Lengyelországba egy 4 napos utat, ez is elmarad. 6. alkalommal zajlik most a magvető hagyományőrző tábor 2 iskolaépületben, több évfolyamnak azt követően a vakációs Biblia hét kezdődik 35 résztvevővel. Amit tudunk működtetni, és jelen pillanatban is én azt gondolom, hogy nagyon jól működik, a magvető hagyományőrző tábor. Ennek tényleg hagyománya van már itt az iskolánkban. 6. alkalommal szervezzük ezt a helyi tábort. 2 épületben, a Varró 4 szám alatt található telephelyen, és a Calvin út 5 szám alatt található iskolaegységünkben. Ez 2 turnusban zajlik. Azt követően a vakációs Biblia hét fog tábor jelleggel lebonyolódni. Úgy néz ki, hogy olyan 35 résztvevővel. Aztán az Erzsébet helyi napközis táborra is pályáztunk, és 1 hetet nyertünk a pályázatnak köszönhetően. Ez a táborunk július 6-ával kezdődő héten fog majd lezajlani. Vannak más egyéb pályázatos táboraink. A 3. évfolyamos gyerekek szintén pályázatnak köszönhetően örökség táborban vesznek részt. 5 éjszaka, 6 napos tábor, teljesen ingyen van ez a tábor, Berekfürdő megbékélés háza, illetve a környék. A 7. évfolyamos gyerekek pedig szintén örökségtábor címet viseli ez a pályázatos táborunk, Berekdarócra mennek, 5 éjszaka, 6 nap, ez is teljesen ingyen van. Az úti költséget kell majd támogatóan kifizetni. A Bringa Balaton programunkat is megijedtünk és visszamondtuk, de aztán újra tudtuk szervezni. Úgyhogy a csapat most éppen Keszthelyről küldözgeti a képeket, a fotókat, és ugye folyamatosan tesszük fel a Facebook oldalra. Azoknak a szülőknek, akik kivették a járvány idején szabadságukat, gyermekfelügyelet biztosítanak július-augusztusban programokkal, szakképzett pedagógussal. Tudomásunk van arról, hogy nagyon sok szülő kivette a szabadságot tavasszal, mert ugye ki kellett venni a gyermeket, otthon kellett felügyelni, és hogyha erre igény van, majd egy felmérést fogunk készíteni, tehát hogyha igény van, akkor július és augusztus hónapban is meg tudjuk a gyerekek felügyeletét oldani, de nem csak felügyeletben gondolkodunk, hanem programokat is szervezünk a gyerekeknek. Hát várjuk, ha 5-6 fő összejönne a nyár közepén, ugye említettem, hogy júliusban, augusztusban, akkor szívesen foglalkozunk a gyerekekkel, szakképzett pedagógus foglalkozik a gyerekekkel, tehát én arra bátorítom, biztatom a szülőket, hogy ha így tudunk segíteni és felajánljuk ezt a fajta segítségnek a lehetőségét, akkor éljenek vele, a gyerekek nem fogják megbánni. A táborokkal teljes lett az év. A kollégák, a gyerekek is nagyon örülnek, hogy végre együtt lehetnek. A táborok nagy feltöltődést jelentenek. Szeptemberben pedig a hagyományos módon elkezdődik újból az iskola.